Ki volt az az ember, akivel együtt fényképezkedett? Leslie Howard, Ingrid Bergman, Greer Garson, Rex Harrison, Mary Pickford, vagy akár Charlie Chaplin. Vajon ki volt Gabriel Pascal? Közölte showval, hogy ő az egyetlen, aki a show darabjait méltón az eredeti szelleméhez híven filmre tudja venni, úgyhogy arra kéri showt, hogy adja át neki a színművei megfilmesítési jogát. Na most showt ezt megnyőzte, és azt mondta, jó, akkor melyikkel kezdünk? Azt mondta, hogy a Pigmalionnal. Amikor Gabriel felbukkan szinte a semmiből, elég volt ránéznem, és egyből odaadtam neki a Pigmaliont, hadd próbálkozzon. Hát a film 38-ban robbant. Tulajdonképpen az első olyan igazi nagy világsiker, olyan hangos film világsiker, amit azonnal mindenki látni akart, mindenhol megvették, mindenhol játszották. Hitler, Mussolini és a pápa. A Time magazin Hitler és a pápa társaságában Pascalt is beválasztja az 1938-as év 10 leghíresebb személyisége közé. És a Pigmalion és külön a forgatókönyvért show megkapja az Oscar-díjat is. Gabriel Pascalnak ez a különös, felfoghatatlan karrier története tulajdonképpen a feleségében folytatódott, és az igazi pénzek már hát az asszonyhoz kerültek. Gabriel Pascal életének talán legviharosabb és legbizonytalanabb éveiben volt társa Hídvégi Valéria. Sikertelen próbálkozások, kudarcba fulladt tárgyalások és egy bukás közeli hollywoodi filmváltozata az Androklész és az oroszlánnak. Majd a betegség és végül az 1954 nyarán bekövetkező halál. A Pigmalion máig sem, tehát az eredeti, a 38-as eredeti, ami ugye Pascal műve, rendezése és bizonyos értelemben ugye az írásában is elég komolyan közreműködött, az azért mind a mai napig és még nagyon sokáig ott lesz a kedvenc filmjeink listáján.